A Mátyás király emlékév jegyében meghirdetett Kárpát-medencei kulturális fórumon Zentán jelen van Potápi Árpád János, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára, és arról beszélgetünk, hogy 2018 az anyaországban, illetve a külhonban is Mátyás király emlékéve. Miért pont Mátyás király emlékév? Jó napot kívánok! Éppen a mai napon, január 12-én kezdtük meg a Mátyás király emlékévet innen nem messze Szegeden. Annak idején a legerősebb főúri családok Szegeden találkoztak, és határoztak afelől, hogy Magyarország megüresedett trónjára nem egy idegen dinasziából hívnak meg új uralkodót, hanem önmaguk közül választanak. A Hunyadi párt volt a legerősebb, és ezért Hunyadi János fiát, Mátyást jelölték a trónra, akit február 24-én választottak meg Pesten királynak. Ma arról beszélhetünk, hogy Mátyás az egyik olyan történelmi személyiségünk, uralkodónk, aki bárhol is éljenek a világon magyarok, szinte minden magyar ember vagy magyar gyerek is ismeri Mátyás az igazságos vagy Mátyás király nevét, és ezért azt gondoljuk, hogy elsősorban a fiatalok, gyerekeknek a megszólítása a legfontosabb célunk, különböző vetélkedők, mesemondó versenyek által, illetve megkeressük azokat a városokat, településeket, ahol amelyek kötődnek valamilyen módon Mátyás személyéhez. Így Budapesten lesznek különböző megemlékezések és rendezvények, Kolozsvárt, aztán Székesfehérváron, és természetesen szeretnénk eljutni apró településekre is. Milyen tartalmi elemeket hordoz a 2018-as Mátyás király emlékév? Hát elsősorban, mint ahogy mondtam, a legfontosabb nekünk megszólítani a gyerekeket, fiatalokat, bevonni őket abba a munkába, amely munkát mi is végzünk, és amely gyakorlatilag önnélkülük elképzelhetetlen lenne, hiszen a magyar jövőt a magyar fiatalokra kell építeni. Több rendezvényünk kapcsán tudjuk őket megszólítani, országos tanulmányi versenyeket hirdetünk meg Mátyásra emlékezve, mesemondó versenyeket írunk ki, emlékkiállítást fogunk körbevinni az országban, illetve a Kárpát-medencében, és nagyon reméljük, hogy nem csak a Kárpát-medencei magyarokat, hanem a diaszpora magyarságát is meg tudjuk szólítani. Mátyásról tudni kell azt, hogy ő ugyanúgy, mint az édesapja, Hunyadi János, felfedezte azt, ha mondhatom, hogy gyakorlatilag csak magában Magyarország, illetve a magyar nemzet képtelen megállítani a törököt, a török hódítást, a muszlim hódítást, és ezért Közép-Európa népeinek az összefogására van szükség. Ő ezt úgy képzelte el, hogy lehetőleg ezt ne a németek vezetése által tegyük meg, hanem magyar vezetéssel, és erre az egységre törekedett annak érdekében, hogy a keresztény világot meg tudja védelmezni. És csak néhány mondat erejéig, a külhoni magyarság, itt többek között a vajdaságiak is, hogyan veszik ki részüket az egész évi rendezvénysorozatban? Hát én azt gondolom, hogy a vajdasági magyarság főleg a közművelődés terén nagyon szervezett. Ezt az is bizonyítja, hogy egy kulturális fórumon, Kárpát-medencei fórumon lehetünk itt, ahova minden régió elküldte a képviselőit. És én remélem azt, hogy nem csak a nagyobb települések, Szabadka, Zenta, Topolya, Újvidék lesznek majd a színhelyek, hanem sikerül megszólítani a kisebb magyarok által lakott településeket is. Köszönöm szépen a beszélgetést Potápi Árpád Jánosnak, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárának.